Szerusztok, Pap Zsolt vagyok, a Novell Magyarországnál dolgozom SUSE Linux specialistaként, vagy szakértőként, vagy nem is tudom, hogy mi most a titulusom. SUSE Linuxról, illetve az ökoszisztémájáról, illetve az Open SUSE disztribúcióról fogok beszélni. Az Open SUSE az olyan a SUSE Linux Enterprise szervernek, mint a Fedora, ugye a Red Hat Enterprise Linuxnak, ugye elhangzott ez ma, hogy a Fedorával tesztel a Red Hat. Erről egy kicsit elmagyarázom majd, hogy is működik ez a nagyvállalati disztribúcióknál. Én a nagyvállalati környezetből jöttem, úgyhogy fogtok főleg a végefele sokat hallani arról, hogy mi a különbség a közösségi alapú, meg a nagyvállalati, ugye ez is elhangzott ugye a Canonicallal, illetve Red Hattel kapcsolatban, hogy mi a különbség, vagy hogy van különbség a közösségi és a nagyvállalati rendszerek között. Mi ez az Open SUSE? Ő is egy disztribúció sok közül, de Slapictól kaptam a poénokat, hogy régen foglalkozott a SUSE-val, Slackware-re épül-e még. Ugye ő is egy nagyon-nagyon-nagyon régen kezdődött ez a SUSE dolog. 92-ben a Slackware kiegészítőjeként került a piacra. A neve ez a Software und System Development németül rövidítése, ebből jön a SUSE név. Minden országban máshogy ejtik, tehát nem is tudom, a németek pontosan hogy ejtik, de zézik a végét, tehát Zuzi, meg Zuzi, meg Suzi, meg mindennek hallottam már, volt egy a legjobb a Süz Linux, nekem azt tetszett. Igen, tehát ez amit... Ugye itt elhangzottak olyan dolgok, hogy melyik disztribúciónak mi a filozófiája. Tehát a Fedoránál ugye ez a bleeding edge, mindenből a legújabb, kicsit feláldozva ezzel a stabilitást, és ezért inkább ugye a desktopra. Debiannál a hatalmas mennyiségű, jó minőségű csomagok, ami miatt ugye jó függőségi rendszer a csomagkezelőben, ami jó hatékonyá teszi kiszolgáló oldalon, illetve könnyen üzemeltethetővé teszi kiszolgáló oldalon. Ennek az Ubuntu-s variánsa ugye szintén desktop oldalra, kicsit újabb, kicsit instabilabb, de nem arról van szó, hogy fagy, mint az állat, meg nem működik, hanem tényleg arról van szó, hogy annyira új, hogy mitől hirtelen kiraknak egy gombot, ami mondjuk még nem biztos, hogy működik, tehát ilyesmire kell gondolni. Open SUSE-nél ez a filozófia dolog, ez inkább az, hogy legyen mindenre jó. Ez nem mindig jó irány, de Open SUSE-sok próbálták modulárisra venni a dolgot. Régen egyébként nem is Open SUSE-nek hívták ezt a terméket, hanem SUSE Linuxnak, meg SUSE Linux Professionalnak. A Professional volt ez a verzió, amiért pénzt kértek. Ott se magáért a Linuxért, mert ugye az ingyenes nyílt forrás, ugye mint minden Linux alapú, vagy Linux kernel alapú disztribúció. Régen az volt a lényeg, hogy próbáltak egy olyan disztribúciót csinálni, ami nagyon könnyen lehet használni, nem sikerült nekik. Tehát itt ilyen 10-15 évvel ezelőtti időszak beszélek. Ekkor csináltak ezt a JAST nevű eszközt, amit azóta, erről is fogok egy kicsit beszélni. Ez az egyik, most is a JAST egyébként az egyik legnagyobb különbség a SUSE Linux, illetve az összes többi Linux között. Ez a könnyű használatos dolog, ez nem nagyon működött. Tehát nem nagyon terjedt el. Egy időben a SUSE Linux volt a Linux világ Windows-a. Tehát annyira de mindegy, szóval nem működött rendesen ez a dolog. Mostanában ugye, amit mondtam, hogy próbálnak mindennek megfelelni, tehát mindenre jóvá akarják tenni a rendszert, de a legfontosabb szempont az, hogy lehessen vele dolgozni. Ezt filozófiában kimondtak pár éve, amikor átneveződött a termék SUSE Linuxról Open SUSE-ra, akkor ezt mondták, hogy az a cél, hogy lehessen vele dolgozni, és mindenre jó legyen. Tehát azért ezt érezzük, hogy ez azért annyira nem biztos, hogy jó irány, de egész jól megoldották a srácok. Inkább egy picit fontosabbnak tartották a stabilitást, mint a bleeding edge dolgot, de olyan modulárisra csinálták meg ezt a rendszert, hogy igazából választható. Tehát van a SUSE-ből, Open SUSE-ből is ilyen rolling release, úgy hívják, hogy factory, nincs verziószáma, mindig a legfrissebb csomagok vannak benne, illetve itt is van ilyen, nem alkalmazás volt, ilyen repozitorik, ugye ez ma már elhangzott, hogy különböző repozitorikat lehet felvenni, erről is fogok majd egy kicsit, illetve ami a legfontosabb, illetve számomra a legfontosabb, rengeteg nagyfeladati ügyfelünk van, és a SUSE Linux Enterprise
laptop, illetve szerver terméket, azt a SUSE ebből az OpenSUSE-ból építi fel mindig. Annak a mások kiadási ciklus, ehhez hasonló dolgok már elhangzottak. Én el fogom mondani majd, hogy ezek nagyjából hogy alakulnak ezekben a termékekben. Mit kell tudni az OpenSUSE-ről? Ugye azt mondom, hogy két szlájd felcserélődött az előbb. Bocsánat, a nagy kapkodásban az előbb nem sikerült beállítani a kijelzőimet, és a két szlájdot véletlenül fölcseréltem. Ugye, mit kell tudni az OpenSUSE-ről, kezdtem el mondani. Fogok még arról beszélni, hogy miért egyedi, de ezen végig fogunk menni. Hogy miért egyedi, illetve el fogom mondani, hogy a nagyvállalat és az OpenSUSE között mi a különbség. Ugye elhangzott, miért hívják Debian-nak a Debian-t, illetve mi a csomagkezelője. Ő neki van egy Debian saját csomagkezelője van, a Deb formátumú csomagokat kezeli. Ugyanúgy a Red Hat csinált egy még nagyon-nagyon régen egy saját csomagkezelőt, ez a Red Hat Package Manager nevű dolog. A SUSE Linux ezt a Red Hat Package Manager-t használja. Ma már ez a Red Hat régen, nagyon régen, hozzáteszem, elég olyan egyszerűcske volt. Soha nem volt annyira egyszerű, mint a Slackware-nek a gyakorlatilag Targézé formátumú csomagja, de ma már nagyon-nagyon felnőtt. Tehát gyakorlatilag mindent tud, amit a Deb. Ugyanúgy vannak virtuális csomagok, virtuális függőségek, tehát ott is az, a több különböző webszerver, mindegyik tudja mondani magáról. Ő nem virtuális csomagnak hívja, hanem providolásnak. Ő providolja a, mit tudom, teszem azt az MTA-t. És akkor 3-4 különböző ilyen SMTP szerverünk lehet, mindegyik csomag azt mondja, hogy ő providol MTA-t. Van neki csomagneve is, meg függősége, stb. És hogyha telepíteni akarsz egy MTA-t, akkor kiválaszthatod, vagy hogyha már fel van telepítve egy MTA, nem közvetlen függőségek vannak. Nem azt mondja az A csomag, hogy én függök a B csomagtól, hanem A csomag azt mondja, hogy én függök egy MTA-tól, vagy függök egy webszervertől, és tehát ugyanúgy működik. Ezt a RPM, ez igazából ez egy motor, egy csomagkezelő motor, ugye Debiannál ezt a DPKG parancshoz tudnám hasonlítani, itt van egy RPM parancs. Ez egy adatbázis tart, amivel ezt meg lehet hajtani, ami a kezelőfelület, a frontend hozzá, ez a zipper nevű alkalmazás. Ez a zipper, ez viszont már egy nagyon bonyolult, kiterjedt alkalmazás család most már. Van egy Set Solver nevű alrendszere, ami csak azért csináltak, mert rossz volt a függőségkezelés, csak azért csináltak, hogy ezt megoldják. A SUSE Linuxban ez a Set Solver, ez hihetetlen jól kezeli a függőségeket. Ez a zipper kezeli ezeket a szoftvertárolókat, fogjuk látni pár perc múlva, van egy nagy ökoszisztéma a SUSE mögött, ami miatt, hogy amiből rengeteg szoftvertároló van, bárki, cégek, magánszemélyek, közösségek csinálhatnak egyedi szoftvertárolókat, például van olyan, ami mit tudom, a VLC-t adja, mindig a legfrissebbet mondjuk, és ha nincs is benne az OpenSUSE-ben mondjuk a legfrissebb VLC, vagy egy bizonyos régebbi verzió van benne, feliratkozunk erre a VLC szoftvertárolóra, és akkor mindig megkapjuk a legfrissebbet. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult. Én csak azt tudom mondani egyébként, hogy ezt ki kell próbálni, és ez egyébként mindenre igaz. Én azt szoktam mondani, hogy régen a Debiannál volt ez a dependency hell kifejezés, hogyha kicsit elrontottunk valamit, vagy a csomag maintainere nem volt annyira figyelmes, akkor kialakulhatott egy olyan szituáció, hogy valaki függött egy másik csomagtól, viszont a másik csomagot nem lehetett eltávolítani, mert de egy másik, viszont két különböző csomagnak olyan függőségei voltak, az egyik el akarta távolítani, a másik függött tőle. És olyan szituációba kerültünk, hogy nem tudtunk csomagot frissíteni mondjuk, vagy nem is tudom már mi volt, de nem is emlékszem, mi volt ez a dependency hell. SUSE Linuxnál, amikor bevezették ezt a zippert még régen, akkor kialakult egy repository hell nevű dolog, akik magasabb szintre emelték ezt a csodát, mert ugye mindenki csinálhatott repozitorit, most is mindenki csinálhat repozitorit, és ezek nagyon csúnyán tudják ütni egymást. Aztán bevezették a zipperben azt, hogy az egyes repozitorikat prioritásaik lehetnek, és akkor most már az van, hogy meg lehet mondani, hogy melyik fontosabb, és hogyha én csak egy-két csomagot akarok egy másik repozitoriból telepíteni, akkor azt explicite föl tudom telepíteni, úgyhogy nem bántom az összes többit, és akkor ezzel így egy csomó dolog, csomó probléma eltűnt. Igazából ez egy ilyen kis, régen nagyon ilyen esetkelt ez a dolog, tehát ez a JAST,
amit ugye mindenki ismer, arról volt híres, hogy elindítottad, és felülcsapta a config fájjaidat, amiket te kézzel szerkesztettél. Ezt mindenki nagyon szerette, ezt a funkciót. De ez még a 6-os, 7-es, 8-es SUSE Linuxoknál volt ez. Ott nagyjából ugye a félvilág el is hagyta a SUSE rendszereket, és erre ráeszméltek a 9-es SUSE Linux Professional, ez volt az utolsó, ami SUSE Linux Professional néven futott, ezzel párhuzamosan megjelent a SUSE Linux Enterprise Server 9, és ez volt az a verzió, a 9-es, ahol felszámolták az összes ilyet. Ott már, az már nagyon-nagyon stabilan használható volt, tehát a JAST nagyon stabilan használható volt. A 10-esben ott már nem is volt ugye SUSE Linux Professional 10, csak Open SUSE 10, az volt az első Open SUSE verzió. Ott viszont, azóta viszont már nagyon-nagyon jól használható. Én nagyon szeretem a JAST-ot. Tipikusan, ha nulláról kell létrehozni egy DNS adatbázist, zóna adatbázist, vagy a SUSE-ban a hálózatot, azt nagyon szeretem tipikusan szervereken, mert desktop oldalon van ez a Network Manager nevű dolog, ami ül a sarokba, és akkor ott lehet egy hálózatot konfigurálni, de JAST-ban nagyon-nagyon szeretek szerver oldalon hálózatot konfigurálni, mert teljesen jó. Jó, tehát ez a JAST dolog, ez nagyon-nagyon sokat változott, nagyon szép, van webes felülete, van webjast, csináltak belőle webjastot, és akkor egyszer nem is kell, így webböngészővel nem kell, Windowsról is egy távoli gépről tudsz menedzselni, hogyha a SUSE szervereid vannak, Open SUSE vagy SUSE Linux Enterprise szervereid, akkor webes felületről tudsz matekozni rajta. Tehát tehát ilyen nagyon jó. Amit még megemlítenék, ugye itt minden szó volt arról, hogy Fedorát játszunk, CentOS-en, ha nem akarjuk megvenni a Red Hat-et, Ubuntu szintén desktop, annak ha a szervert akarunk, akkor Debian. Én itt ezt a Build Service-t és ezt a SUSE Studio nevű, nem a disztribúció része, ez mind webes szolgáltatások. Ez a Build Service, ez egy ilyen nagy csomagtároló univerzum, egy webes felületet ad arra, hogy csomagokat buildeljél. Tehát RPM fájlokat hozzál létre, forrásból vagy bármi. Ha terjeszteni szeretnéd az alkalmazásodat, akkor ezen a Build Service felületen feltöltöd szépen a forrást, elkészíted az úgynevezett spec fájlokat, amiből a csomagot lehet létrehozni, és néhány kattintással le lehet buildelni Open SUSE 13.1-re, 13.2-re, Debianra, Ubuntura, Fedorára, Scientific Linuxra, mindenféle Red Hat-re, és utána lesz egy webes URL-ed, softwareopensuse.org, és akkor ott a softwareopensuse.org per search oldalon rá lehet keresni egy csomagnévre, bármilyen csomagnévre, és kiválasztatod a disztribúciót, hogy mit szeretnél. És ő ad neked egy webes repozitori tárolót, egy szoftver tárolót, amire föl lehet iratkozni, amit mondtam az elején, hogy például egy VLC-t, hogyha szeretnénk frissebben tartani. Az OpenSUSE attól annyira, én nekem nagyon a szívem csücske, hogyha a 13.2 van most a notebookomon, hogyha szeretném a frissebb GTK-t, a frissebb GNOME-ot, a Bleeding Edge GNOME-ot, akkor van egy GNOME nevű frissebb repository, GNOME 3.8, vagy nem tudom milyen verziónál tartanak, mert igazából nem használok GNOME-ot, de arra feliratkozom, és akkor sokkal frissebb GNOME-om lesz, mint ami a 13.2-ben alapból van. És így az egyes komponenseket, vagy KDE-vel is ugyanúgy, tehát a nagyobb szoftvercsomagok, azok úgy megtalálhatók külön tárolókban. Jó, tehát ez a software.opensuse.org per search-en azért érdemes elereszteni néhány keresést, és akkor látjátok, hogy milyen tök jó dolgok vannak ott. Az építés oldal, tehát ha a csomagot akarsz építeni, mert az alkalmazásodat akarod terjeszteni, akkor, vagy teríteni, akkor a buildopensuse.org, tehát ez a másik oldala, ott lehet bejelentkezni és építeni. A SUSE Studio az pedig egy szinten ennél magasabb, szintén egy webes alapú szolgáltatást kell elképzelni, ahol úgynevezett appliance-eket lehet építeni. Ez egy appliance-eket tipikusan virtuális gépekként futtat az ember. Szépen össze lehet kattintani, hogy mit szeretnénk bele föltelepíteni, föl lehet tölteni konfigurációs állományokat, mindenféle paramétert be lehet állítani, azt mondod, hogy build, és megkérdezi, milyen formátumban. És akkor megmondod, hogy VMware, vagy VirtualBox, vagy Live CD-t szeretnél, és akkor letölthetsz egy ISO-t, azt kiírod CD-re, berakod egy gépbe, és bebútol az, amit összekattintottál. Tehát például csináltak ilyeneket, hogy itt alkalmazásnak azt mondja, hogy Redmine-t láttam így,
így viszonylag nehéz volt régebben bekonfolni egy Redmine-t, valaki csinált egy olyan kis appliance-t, amivel felrakott egy mapacsot, Ruby modulokat, ugye rengeteg Ruby modul kellett neki, kis MySQL adatbázis, előre fölkonfigolt, összerakta, letölthettük ezt az image-et, mi is kiválasztjuk milyen formátumban, mit tudom, VirtualBox formátum, VirtualBox lemez formátumban, VirtualBox-ba fölcsapom, elindítom, beírom a gép IP címét, és ott lesz nekem a futó Redmine. Jó, tehát ez erre való, hogy láttam olyat, hogy volt egy webfejlesztő srác, és tökélet tele lett azzal, hogy minden webböngészőben másképp jelenik meg a weboldala. Csinált egy olyan appliance-t, itt a Suse stúdióban, az az egyik elég sokat letöltött appliance, belerakott 14 féle webböngészőt. Még Internet Explorer-t is, van ez a Vine-os, nem tudom mi ez a, IE for Vine, vagy IE for Linux, vagy nem tudom mi ez a kis izé, és belerakott 5-ös, 6-os, 7-es, 8-es, nem tudom hányos Internet Explorer-t, meg amit el tudtok képzelni, Operát, meg a Epifanit, meg a Firefoxot, meg a mit tudom, micsoda, és akkor lett egy ilyen kis Linux-a, ki van rakott 15 ikon az asztalra, és hogyha valami webalkalmazást kis fejleszt, akkor meg tudja nézni 15 különböző webböngészővel pikpak, hogy néz ki a weboldala. Tehát így le tudja tesztelni. És ez nem kell neki a saját gépét tönkretenni azzal, hogy feltelepíti ezeket. Ez a JEOS nevű, amit írtam, ez a Just Enough Operating Systemnek a rövidítése, ez egy ilyen kis ilyen 100-150 megabyte footprintű, tehát egy nagyon pici méretű operációs rendszer, amire már mindent fel lehet telepíteni. MySQL-t, Apache-ot, vagy Gnome-ot nyilván akkor 600 mega lesz, de tehát ez egy alap, tehát nem az van, hogy egy alaptelepített SUSE-val kell dolgozni, ami 2 giga, hanem ezzel a JEOS-sal, ami 1-200 megabyte, és ezen is lehet jó. Tehát ez a SUSE stúdióban, ez a susestudio.com-ra érdemes egyébként fölmenni, Google login-nal, OpenID-val, minden hülyeséggel működik. Össze lehet kattintani benne, nagyon könnyen. Van egy test drive nevű felület rajta, ahol még el is indul, hogyha nincs túl terhelve a szerver. Ha nincs túl terhelve a szerver, akkor a szerver oldalon kinn az OpenSUSE-nek a környezetében elindul egy virtuális gép, bebootol, és mi kattintgathatunk is benne 15 percig, utána leáll magától. Jó, tehát nézzétek meg ezeket a weboldalakat, nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Ugye, amiről még szó volt, közösség, minden Linux disztribúció mögött van egy közösség. Nyilván az OpenSUSE mögött is van egy közösség. Ők büszkék arra, hogy ez a döntéshozatali forma, mint egyébként a Debian-nál is, nagyjából azt próbálták lemásolni, az aljától a tetejéig nyitott ez a folyamat. Tehát ahogy a vezetőket választják, a döntéseket sem, tehát a megválasztott vezetők is egy ilyen tanácsban ülnek, és nem egy ember hozza a döntéseket, szóval nincs központi döntéshozó ember. Illetve mivel ezt németek csinálják, ezért a precizitás az rányomja bélyegét mindenre, de tényleg mindenre, úgyhogy nagyon jó az OpenSUSE közösség részeként dolgozni, létezni, segítséget kérni, vagy segítséget nyújtani. Tehát ez is olyan, az ember döntenie kell, hogy milyen disztribúciót szeretne használni, és akkor bele fog folyni, hosszabb távon bele fog folyni ebbe. Tehát bármilyen disztribúciót választhatok, én mániákusan tolom ezt a SUSE Linux dolgot, de hogyha én egyébként 99-ben kezdtem Debiannal. A Slink-el kezdtem, és egészen a Sarge-ig használtam, 2005-ig Sarge-ot már nem használtam igazából élesben a desktopomon, utána kerültem a Novell-hez, felvettek dolgozni oda, és akkor ugye át kellett állnom, mert ugye SUSE-val dolgozott a cég, elkezdtem SUSE-val dolgozni, és megszerettem. Előtte Debian szerettem annyira, és abban a közösségben tevékenykedtem, és azt szerettem annyira. Tehát igazából állom, ez személyiségből fakad, tehát hogyha Ubuntu-t használnék, vagy olyan környezetben dolgoznék, ahol Ubuntu lenne, akkor azt tolnám, tehát igazából teljesen. Mindenki azt a disztribúciót választja, amit szeretne. És akkor ugye elhangzott a Fedora előadáson is, hogy vannak ezek a forkok, meg a mindenből vannak forkok. Én OpenSUSE-ben nem is tudom, hogy vannak-e forkok egyébként. Ez tipikusan egy olyan rendszer. Én ezeket a forkokat én úgy látom, hogy hopp, levásolok egy disztribet, beállítok egy háttérképet, meg összerakok két ikont, és hopp, van egy fork. Tudod, én ezeket nem nagyon csípem. Tehát én is annak a híve vagyok, hogy inkább föltelepítik egy alaprendszer. A SUSE-nél a KDE és a GNOME választható. Tehát telepítéskor, ha tényleg valaki csukott szemben next, akkor KDE-vel települ.
De van egy kérdés az elején, hogy GNOME vagy KDE vagy egyéb ablakkezelőt szeretnél használni. Én még 99-ből én a Window Maker nevű ablakkezelőnél ragadtam le, és most, hogy nem látszódik, de most is ez a Window Maker fut, mert ha 20 napig futva hagyom a desktopomon, akkor is 100-130 kilobájt memóriát eszik, tehát, és ez 2005-ben ez fontos volt, tehát 32 megabájt memóriával az asztali PC-ben, és akkor, szóval, akkor ez fontos volt. Na mindegy, szóval itt arról van szó, hogy menjünk tovább, jó? Annyit még saját biztonsági csapata van, ezt még kiemelném, ezt nagyon szeretik ők is hangsúlyozni, jó? Tehát ez a biztonságra nagyon-nagyon odafigyelnek. Ez, amire elkezdtem beszélni, hogy mindenre jó, tehát mindent a felhasználónak kell eldöntenie. Ha a Factory-t választjuk, a Factory-t telepítjük fel, akkor mindig mindenből a legújabbunk lesz. Hogyha mi a 13.2-ben újabb GNOME-ot akarunk, újabb KDE-t feliratkozunk a megfelelő repozitorikra, akkor abból bleeding edge-ünk lesz, egyébként a kernel, meg az összes többi rész az a régi. Van belőle egy Evergreen verzió, ez a Factory-nak a másik vége. Az Evergreen az örökzöldet jelenti, ugye. Mindig kiválasztanak egy verziót, amit úgy viszonylag sokan szeretnek, most az a 13.1 lesz, az előző az a 11.4-es OpenSUSE, ami ilyen long-term support-szerű verzió, és nem másfél évig támogatják, ugye itt másfél éves OpenSUSE-nél kb. Másfél éves kiadási ciklusokról beszélünk, nem másfél évig, hanem néhány évig fogják támogatni. Ez is változik, hogy meddig támogatják. Addig támogatják az Evergreen-t, amíg úgy nagyjából mindenki abba hagyja a használatát, és valamelyik másikat kezdi el. Tehát ez is ilyen, ez annyira, kicsit annyira nem annyira kiszámítható, de nagyon jó a kommunikáció. Tehát az opensuse.org weboldalon ez gyönyörűen le van írva, hogy mikor, hol, mi lesz, tehát tervezhető. Ugye... azt kell látni, hogy van benne GNOME is, meg KDE is, hogy itt azért az egyes disztribúciók erőteljesen megbélyegezzük őket azt szerint, hogy milyen kezelőfelület van benne. Tehát például ugye az Ubuntu-t a Unity, mint mondtam, ugye alapból KDE-vel települ, a KDE fejlesztő csapatának nagy része azért SUSE-s, de GNOME fejlesztő csapatában is rengeteg SUSE van, SUSE fejlesztő van, úgyhogy mind a kettő elérhető, de ott van benne 40 másik ablakkezelő rendszer. Én most kezdek el az Awesome nevű szörnyű dologra átállni, erről a Window Maker nevű másik szörnyű dologról. De az a lényeg, hogy választhatsz, jó? Tehát abból, ahogy az én notebookom, majd mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki, nem jössz rá arra, hogy ez milyen operációs rendszer, talán a háttérképből, de lényeg az, hogy minden a felhasználó múlik. Tehát ez egy ilyen mindenre jó svájci bicska, de igazából nem a legélesebb kés, nem a legnagyobb olló, ha értitek, hogy mondom. De hogyha egy pici energiát beleraksz, akkor nagyon szép, nagyon szerethető, nagyon jó kis rendszer. Most kezdett igazából átalakulni néhány éve SUSE Linux Professionalból OpenSUSE-ra, egy 3-4 éve, és vagy talán kicsit több, de párszor már így paradigmát váltottak így a több tekintetben is, tehát a kiadási ciklusokat is újra gondolták, de az nem változott, hogy egy mindenre jó rendszert szeretnének csinálni. Azon morfondíroztak igazából, hogy hogyan csinálják ezt. Erről igazából annyira sok mindent nem akarok mondani. A SUSE Linux Enterprise, ez a SUSE-nak ugye a fizetős, nagyvállalati szintű disztribúciója, desktop meg server verzió van belőle, nagyjából ugyanarra a rendszerre épülnek, csak más csomagválasztékkal. Tehát még a szerverben nincs LibreOffice, addig a desktopban meg mondjuk nincsen Apache web server. Tehát nagyjából ilyesmi különbségeket kell elképzelni. És ennek ilyen iszonyat hosszú, most már azt hiszem 7 plusz 3 vagy 7 plusz 4 év támogatási ciklusa van, úgyhogy ez ilyen 13-12, és most jelent meg a Slash 12 tavaly, tehát ne kevesebb, mint fél éve, és azzal már 13. És hogyha ez a 13 év letelik, akkor még mindig van egy, ha jó sok pénze van az embernek, de pénz az nem elég, ha jó sok pénze van az embernek és jó sok szervere, akkor még egyedi javításokért fizethet. Tehát ez már tényleg nagyon nagy vállalat itt. És ott is nagyon egyik ügyfelünk most nemrég bepróbálkozott egy ilyennel, de szerencsétlennek csak 6-7 szervere volt, és azt mondta a SUSE, hogy 50 000 euró és legalább 100 szerver.
és akkor állnak le. Mert az van, hogy ha nincsen tényleg nagyon-nagyon sok szervere az embernek, amire long-term supportot akar, akkor kevesebb pénzbe kerül áttérni slash 11-re, slash 12-re. Tehát ugye itt azt kell igazából mérlegelni, hogy mit hajlandó kifizetni az ember azért, hogy egy ilyen nagyon-nagyon régi, nagyon szörnyű dolgot akarjon futtatni. A nagyvállalati Linux viszont, a nagyvállalati Linuxnál teljesen más szemlélet van. A nagyvállalati Linuxnál fontos az, hogy stabil legyen, tehát hogy elindítod, akkor menjen, és ne álljon meg csak, ha elmegy az áram. Stabil, tehát úgy legyen stabil, hogy ne változzon például a kernel ABI, ha egyszer lefordítasz egy kernel modult a SUSE Linux Enterprise szerverben, szerverhez, akkor ott alatt a forgat, vagy frissítgetheted a kernelt, és a régi kernel modult, amit lefordítottál egy év, azt mindig be tudod tölteni. Ez a stabil kernel ABI nevű, ez az Application Binary Interface-nek a rövidítése. Arra van kitalálva, hogy ha van 100 szervered, vagy 500 szervered, akkor nagyon könnyen tud őket menedzselni. Átlást, hogy melyiken mi működik, melyiken nem jó, illetve az életciklus menedzsment, van erre a SUSE-nek egy külön terméke. Ezek az add-on produktok, vagy add-on termékek, ezek mind külön megvásárolható, vagy éppen ingyenes dolgok, ami plusz szolgáltatást ad. Ami egyébként egy Open SUSE-hoz ingyenes, de itt külön van csomagolva, külön szolgáltatásokat adnak. Jó, igazából nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, ki kell próbálni. Jó, tehát igen, nekem is ez a mottom egyébként, tehát én is úgy vagyok vele, hogy mindent ki kell próbálni. Úgyhogy az összes disztribúciót, amiről ma szó volt, azt én tesztelgettem évek óta, ugye, és mindegyik egyébként nagyon jó. Mindegyiknek vannak ilyen-olyan dolgai, de ha kikapcsolod benne az X-et, akkor mindegyik, és 80x25-be bootolod, akkor mindegyik fekete-fehér, tehát nagyjából ez. Jó. Ha vannak kérdések, akkor azt... Igen? Nincs LTS verzió, tehát ez egy kicsit ilyen... Itt arról van szó, hogy amikor lejárt már a támogatási ciklusa az adott disztribúciónak, mondjuk a SUSE Linux Enterprise Server 9SP4-nek lejárt, vége, bejelentettük, hogy nincs támogatás, akkor lehet azt mondani, hogy nekem még van 100 szerverem, ami egy ilyen nagyon fontos szoftvert futtat, és nem tudom lecserélni. Adok sok pénzt, te meg adjál nekem, mondják ezt a SUSE, te meg adjál nekem hozzá ilyen-olyan javításokat. Tehát ez ilyen teljesen egyedi. Abból az Evergreen, az ő pedig, hát most a tapasztalat az úgy néz ki, hogy nagyjából olyan 2-3 év az ami, tehát ez a 3 év, amit... Hát egy frissítés sorozat, ez mindig más, ezt mindig van egy dokumentáció. Az az igazság, hogy a mostani Evergreen a második Evergreen, és minden ilyen Evergreennél, amikor kifut, akkor van egy leírás, hogy hogyan kell átállni. Általában szoktak adni ilyen köztes repozitorikat. Néhány parancsot ki kell adni, aztán felvenni egy-két repozitori distribúció upgrade, és akkor jól fog működni többnyire. De olyankor már nagyon nagy verzió különbségek vannak. Nekem legutoljára a .gnome mappámat el kellett törölni a fenébe, mert egyszerűen a régi GNOME beállításokkal az új az nem működött. És újra be kellett állítani. Balkezes egérén, rátérkép, ikonok, minden vacak. Tehát, most ez a második Evergreen, és van hozzá egy leírás, hogy hogyan kell átállni majd 13.1-re. Hát viszonylag kicsi, tehát és itt Magyarországon is inkább angolul kell dolgozni, mert mindenki Németországban, Csehországban, nem is tudom, nem nagyon. Van Magyarországon ambasszador, tehát van magyar SUSE nagykövet, ugye Canik Petinek hívják, de nem, viszonylag kevesen vagyunk Magyarországon. Bocsánat, hogy... Nem. Régen mi a Novel Iroda fordítottunk egy-két SUSE könyvet, de nem. A dokumentáció mindig le van fordítva magyarra. Wiki alapú az egész, és a honosító közösség az viszonylag jól végzi a dolgát, tehát eléggé gyors, eléggé... A dokumentációk magyarok. Ez a hu.opensuse.org oldalon lehet elérni, könyvek vannak lefordítva magyar nyelvre.
tehát olyan szinten látványos a munkájuk, hogy dokumentáció az mindig van, illetve maga az operációs rendszer is teljesen magyar. Illetve nem teljesen, mert teljesen soha nem lehet valami magyar, de nagyon nagy mértékben. Nem, ez nem fizetett. OpenSUSE-nél nagyon kevés fizetett fejlesztő van. Tehát általában azok a fejlesztők, fizetett fejlesztők, akik a Slash-en dolgoznak, ők is javítják az OpenSUSE-kat. Nagyon-nagyon sokszor fordul elő az a szituáció, hogy nagyvállalati ügyfél tapasztal hibát, mert mit tudom, csak 100 000 user fölött jön elő valami hiba, mondtam egy hülyeséget, akkor azt a bugot javítják és visszacsorgatják OpenSUSE-ba. És innen egyébként visszacsorog az eredeti alkalmazás fejlesztésébe, és ha mondjuk ez a kernelben volt, akkor a kernel, mainstream kernelbe. Ez a visszafele irány. Tehát amikor Slash-be javítanak valamit, OpenSUSE-be átkerül, aztán a mainstream kernelbe. Tehát ilyen van. A SUSE Manager addon az fizetős, és a SUSE Linux Enterprise szervert és Red Hat Enterprise Linuxot támogat csak. De ha kíváncsiak vagytok rá, akkor a Spacewalk, a Spacewalk alapú, ez egy ingyenes, nyílt forrású open source termék, a Red Hat fejlesztette igazából, a SUSE ezt a Spacewalkot rebrandelte, újra csomagolta és SUSE Manager néven árulja. Tehát a Spacewalk a Google kult szó, hogyha Spacewalk. Egyébként rengeteg kiegészítő van még. Nem, a legtöbb dolgot angolul lehet megtalálni hozzá, tehát mindenki angolul dolgozik. A németek azok viszonylag jól tudnak angolul. Én úgy láttam, de a SUSE irodában, tehát Németországban rengeteg külföldi van, és én amikor ott voltam, nekem úgy tűnt, hogy mindenki más nyelven beszélt. Tehát amikor két ember egy azonos országból egymáshoz közel került, akkor olyan nyelven beszéltek, de egyébként az angol a közös nyelv. Hát a dokumentációt írnak, akkor... Hol? Ja, igen, attól függ, hova megy az ember az irodába, vagy a McDonald's-ba. Akkor köszönöm szépen.